Hát nagy szeretettel üdvözlöm a játékosokat és a vezetőedzőket. Gratulálok a Honvéd csapatának. Először a vendégek vezetőedzőjét, Szivos Mártont kérném, hogy értékelje a találkozót. Üdvözlök mindenkit! Örülök a három pontnak, mert szerintem itt nagyon nehéz pontokat szerezni, és nehéz lesz más csapatoknak is. Ezt láthattuk, és még látni is fogjuk. Furcsa időpont, és sok minden miatt azért az UVS-e látszik, hogy folyamatosan fejlődik, és nem véletlen, hogy az elmúlt 5 fordulóban, amit kaptak ki, ezért nagyon örülök. Ehhez gratulálok a csapatomnak. Viszont van egy-két olyan dolog, amit nem értek. Egy kicsit olyan, mintha egy-két játékosomnak olyan dolgokat kéne elmondani, hogy ne vigyen föl bombát, fegyvert vagy késtörepülőt, ilyen egyértelmű dolgok. Az, hogy hogyan kell menni, sétálni, becsomagolni és megvenni a repülőjegyet, az megy, és az egyértelmű, amihez józan paraszti ész kell, azok nem, és ezekben javulnunk kell, mert ha nekünk komolyabb céljaink vannak, akkor ezekben sürgősen javulni kell. További sok sikert kívánok az UVS-ének, és készülünk a következő nagy meccsünkre. Rendben, nagyon szépen köszönöm. Hát a vendégek kapusát kérném, hogy értékelje a találkozót. Gratulálok mindkét csapatnak, az Újpestnek. Egyrészt azért, mert tényleg látható az a fejlődés, és igen kellemetlen csapat, nehéz itt a komolyan ellenük játszani, és ezért meg is nehezítették a dolgunkat. Az én csapatomnak pedig azért gratulálok, mert voltak olyan periódusok, ahol nagyon biztató volt a játék, tehát az első negyedet jól kezdtük, és a harmadik negyedet jóval emlékszem, hogy 5-0-val tudtuk végigvinni. A második és a negyedik negyed volt, ahol hibák csúsztak bele, és akkor emiatt kicsit megakadt a gépezet, de úgy gondolom, hogy ha ezeket ki tudjuk javítani, és talán jobban figyelünk oda, akkor mind a védekezésre, mind pedig ezzel a helyzetek kihasználásában, és mondjuk nem csak a két negyedben, hanem mondjuk négy negyedben tudunk jól játszani, akkor a Vasas ellen is esélyünket a pontszerzésre és pontokat tudunk szerezni. Rendben, nagyon szépen köszönöm. És akkor a hazai jogok vezetőedzője felé fordulunk. Vince Balást kérném, hogy értékelje a mérkőzést. Először is megköszönöm Marcinak a kedves szavait, ami akár a mai meccsre, akár az előző időszakra vonatkozott. Mi is nagyjából úgy érezzük, hogy fejlődéssel megyünk keresztül, és tényleg ez szerencsére nem csak jó játékban, hanem pontokban is látszik. Viszont az, hogy egy héten belül, vagyis hát 3-4 napon belül egy Eger és egy Honvéd ellen is bravúros eredményt tudjunk elérni, az még távol van ezek szerint. Két negyedig valóban jól tartottuk magunkat. Az a harmadik negyed, ami szerdán a mi jogunkra sikerült egy 5-1-es eredménnyel, az ma egy 0-5-ös lett a Honvéd javára. Ettől függetlenül továbbra is a csapat a szívem csücske, mert hogy azt kell, hogy mondjam, hogy ott tényleg kiütközött a két csapat közötti különbség, amit sok esetben sikerül felülírni. Örülök, hogy nem estünk szét, és a negyedik negyedben tartottuk magunkat, és nem egy 15-4-es végeredmény lett a 10-3 után, hanem egy 14-7, nyilván az se egy örömteli, de talán elfogadható eredmény. Gratulálok a Honvédnak, a Marcinak, továbbra is sok sikert, nekünk meg erőt ahhoz, hogy az ilyen
eredményeket a helyén tudjuk kezelni, és ugyanannyi energiát és lendületet tegyünk bele edzésen, mérkőzésen, mint ahogy ma is tettük. Az emberelőnyeink nem működtek valami jól, kettőt az ellenfél kezébe dobtunk, úgyhogy egy kettős emberelőnyt elhibáztunk, hát van hol fejlődni. De rendben, nagyon szépen köszönöm. És akkor a hazajáknak is a Zéler Botondot kérném, hogy értékelje a meccsen. Először is gratulálnék a Honvéd csapatának a győzelemhez. Egy nagyon kemény, fárasztó mérkőzés volt. A másik negyedben nagyon jól megoldottuk a védekezést, azt hiszem nulla gólon tartottuk a Honvédot, csak utána a 34-ben, ahogy mondta Balázs is, ott szétestünk valamiért, és onnantól magabiztosan nyert a Honvéd. Megyünk tovább, edzünk, készülünk a további meccsekre. Rendben, nagyon szépen köszönöm.